Az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint az élet első 6 hónapjában a kizárólagos anyatejjel való táplálás ajánlott, valamint annak folytatása a gyermek 2 éves koráig. Ennek ellenére a szoptatás világszerte csökkenő tendenciát mutat. Az országos statisztikák szerint az elmúlt években a 6 hónapos csecsemők 66,2%-a már nem kizárólagosan anyatejjel táplált. Nógrád megyében ez az arány még rosszabb. Pici dolgokban kell nekik segíteni, ugye egy koraszülött baba nem olyan erős, nem olyan a tónusa, mint egy újszülöttnek, ilyen kis plötyikék, ők nem tudnak úgy rajta maradni a mellen, de egy egyszerű fogással, kereszttartásban rá lehet őt segíteni a merre. Koraszülöttek és egészséges újszülöttek táplálását egyaránt anyateljel javasolják a szakemberek. Szeptember 7-én a megyehezen megtartott konferencián védőnők, házi orvosok és szakorvosok bevonásával tanácskoztak a téma népszerűsítéséről. Az anyateljes táplálás mind az édesanya, mind a csecsemő számára pótolhatatlan előnyökkel jár. Tudjuk, hogy a szoptatott csecsemők ritkábban szenvednek bélfertőzésben, középfőgyulladásban, tüdőgyulladásban, kevesebb az allergiás megbetegedés közöttük. Később az intelligencia hányadosuk is kimutatottan magasabb. Felnőtt korukban ritkábban szenvednek cukorbetegségben vagy szívérrendszeri betegségben. Hosszú ideig szoptatott nők esetében csökken a mellrák egy bizonyos típusának a kockázata, a petefészekrák vagy az elhízás kockázata vagy a csontritkulás kockázata. Mégis azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon és sajnos Nógrád megyében is 2007 óta folyamatosan csökken a 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel táplált csecsemők aránya, pedig a nők 97%-a fiziológiásan képes lenne arra, hogy 6 hónapos koráig szoptassa kisbabáját. Szakmai szervezetek egy felhívással éltek, annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a legsürgetőbb elveket, amelyeknek a megvalósítása szükséges azért, hogy a szoptatás és az anyateljes táplálás támogatásra találjon. A kormányhivatal ezzel a konferenciával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a megye szakemberei ezeket az ismereteket, ezt a szemléletet átvegyék, alkalmazzák saját gyakorlatukban, és ezzel növekedjen Nógrád megyében a 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel táplált csecsemők aránya. Volt most egy gyermekünk, 36 hetes, 1700 grammos, Balassagyarmatról kaptuk, 4 napig feküdt az osztályon, és hát nem volt anyatejünk. Hát nyilvánvaló, hogy nekrotizáló enterokolitiszre veszélyeztetett kisbaba, az anyát nem értük el. 4 nap múlva hívott fel, amikor már sajnos véres lett a kisbaba széklete, és a szomszéd nénitől hívott, akitől kért egy tollat, ami nem fogott. Tehát ez az édesanyja valószínűleg olyan körülmények között élt ott valahol Balassagyarmat környékén, hogy egyszerűen nem volt pénze elutazni hozzánk, nem volt pénze arra, hogy telefonon tartsa velünk a kapcsolatot, mert telefonja se volt, és nem volt pénze arra se, hogy aztán abba az intézetbe utazzon föl, ahol került ez a kisbaba. A nógrádi statisztikákat tovább rontja a megye egészségügyi, gazdasági helyzete, valamint a szakember hiány. Többek között erre is kitért előadásában dr. Szabó Attila, osztályvezető főorvos. Tehát a szegénység, a etnikai összetétel, a édesanyáknak a kora, hanyatszor szülnek, stb. Ezeket mind meg kellene ahhoz vizsgálni, hogy ezek a területek összehasonlíthatók legyenek. És ez azt is jelenti, hogy nem csak az egészségügyben dolgozók a felelősek azért, hogy így alakulnak ilyen rosszul a szoptatási arányok, hanem a szülők és a politikai vezetők is ide tartoznak. És hát nagy fájdalmam, és hallom, hogy nagyon sok védőnői körzet üres, nincsenek új védőnők, illetve hát akik területen dolgoznak, sokkal rosszabb fizetési feltételekkel rendelkeznek, mint akik intézetben dolgoznak. Hát erre nagyon oda kell figyelni, mert hiszen a védőnők azok, akik a területen ezt az egész jelenséget tudják irányítani, koordinálni.
A szoptató anyák számának csökkenését mindezek mellett az eltérő, néha csak szakmainak tűnő, például az internetről szerzett ellentmondásos ismeretek tovább csökkentik. Így a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a szakemberek egységes kommunikációjában látja az egyik lehetséges megoldást.